Jó estét kívánok, egyetlen személyes gondolat az elejére, jó itt lenni újra. Az elmúlt két hétben szabadságon voltam, és volt is egy játékunk az Instagramon, hogy merre járok. Aztán a posztok egy idő múlva abban maradtak, ennek ellenére sokan levették, hogy Sri Lankán voltunk, ami hát nem volt egy vidám hely az elmúlt napokban. Köszönöm az aggódó üzeneteket, tényleg nagyon jól esett, és elnézést, hogy a játékot nem tudtuk végigjátszani. Lesz még rá alkalom. Bemutatom a mai vendégeket. Mellettem Tétényi Éva építész, Esztergom volt polgármestere, Horváth Csaba fővárosi képviselő, szocialista párti, és Vágó Gábor az LMP listavezetője. Csak egyetlen zárójeles kérdés, hogy a franciákkal beszéltem például a repülőtéren arról, hogy mi történt Sri Lankán, és azt mondták, hogy tudomásul kell venni, hogy a világ egy ilyen hely lett. Tehát elég kimenni egy karácsonyi vásárra, elég elmenni Párizsba egy koncertre, vagy elég bemenni egy iskolába, és ez megtörténhet az emberrel. Tehát nincsenek extrém veszélyes helyek a világon, hanem az egész világ veszélyes. És ez nekem rendkívül furcsán hangzik, még akkor is, hogyha van benne logika. Mit gondoltok ettől? Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy együtt kell élni ezzel? Szerintem nem. Ez nem normális helyzet. Tehát az, hogy a világ veszélyes sok ponton, ez igaz. Az, hogy egyébként Magyarországot eddig ez elkerülte, az is igaz. Az, hogy bárhova elmehetünk a világba, történhet velünk egy ilyen hasonló atrocitás, ami akár halállal is végződhet, ez is igaz. De szerintem normális ember ezt nem fogadhatja el. Tehát meg kéne vizsgálni, most már egy kicsit nagyobb látószöggel, hogy mik azok a kiváltókok, amik ezt gerjesztik, mert valami gerjeszti. Akár az iszlám hitnek a bizonyos erőszakos terjesztési szándéka, ami lehet, hogy bizonyos elnyomásokból is adódik adott térségekben, tehát ezeket vizsgálni kell. A Chris Churchill lövöldöző nem iszlám. Az nem. Hát, azért mondom, hogy ennek mégiscsak kell, hogy legyen pszichológiai háttere. Amerikában lehet, hogy el kéne gondolkodni valóban a fegyvertartási szabályokon, hogy praktikus-e érdemi pszichológiai vizsgálat nélkül emberek kezébe éles gépkarabét adni, ami emberi élet kioltására nagy tömegben is alkalmas. Tehát azért vannak olyan dolgok, amiket meg lehetne ma már tenni, hogy ezeket a lövöldözéseket elkerüljék. És akkor mindig ott van akár egy elmebeteg terrorista csoport szándékolt akciósorozata, akár bármi más, de az emberiségnek végig kell gondolnia, hogy mi a tennivalója, hogy csökkentse részben az egyenlőtlenségeket, hogy valóban mindenki ott szeressen élni, ahol egyébként megszületik, lehetőség szerint erre legyenek meg az alapok, legyen ott víz, legyen ott élelem, legyen ott oktatás, legyen ott egészségügy, és akkor egy picit közelebb jutunk ahhoz a gondolkodáshoz, hogy mi segítene abba, hogy az emberek nagyjából jól érezzék magukat ott, ahol megszülettek. Vagy a másik megoldás mindemellett az, hogy komolyan vegyék ezeket a fenyegetéseket és a biztonsági jelzésekre, mint például most itt a Sri Lankai kapcsán is tudta előre a titkosszolgálat, hogy készülődik egy ilyen, mégse tudtak érdemben lépni. Ez lehet, hogy extrém példa, Gábor, de egy barcelonai kirándulás, vagy egy berlini Weihnachtsmarkt, az nem egy extrém túra, tehát az nem egy kalandtúra. Nem a kalandtúráról van szó, hanem arról van szó, hogyha jól működnek a szolgálatok, akkor az ilyesfajta dolgok megelőzhetőek. Számos eset volt már Európában is, amikor a jól működő titkosszolgálati együttműködés egyik ország információt szerzett, a másik ezt föl tudta használni, és megelőzték. De ez például ezért is probléma, hogy Magyarországgal szemben a bizalom megrendült, pontosan az Orbán kormányzat politikája miatt, mert az a közkeletű dolog, hogy amit magyarok megkapnak infót, az egyből megy az oroszoknak, ezért nem olyan erős az információáramlás, mint amilyen kellene, hogy legyen, hogy biztonságosá tudjuk tenni Európát. Éva? Ja, hát azt tudom mondani, hogy sajnos hozzá kell ehhez szoknunk, az más kérdés, hogy nem értek vele egyet, de én lehet, hogy egy kicsit sokkal egyszerűbb módon tudnék ez ellen hát egy módszert ajánlani. Egyszer talán már mondtam, hogy minden embert nő nevel, és azt gondolom, hogy az a gyermekkorban kapott útmutatás, az erőszakmentesség, vagy egymás elfogadása, az majd egyszer megváltoztathatja a világot. Természetesen, amit itt elmondtatok, ezek mind-mind a jelen pillanatnak talán egy megoldási lehetősége, de azért én abban hiszek, hogy elsősorban az egymás iránti tisztelet és erőszakmentesség, ami majd segíthet ezen. Egyébként a francia beszélgetésedre csak azért utalnék vissza, mert pont franciáktól hallottuk azt a mondatot a Charlie Hebdo kapcsán, amikor ott szintén történt valami ugye néhány éve, hogy nem vagyunk hajlandók félni és rettegni. Tehát ettől függetlenül nem vagyunk hajlandók félni. És szerintem ez a legfontosabb, mert a terrorista általában el akarja ültetni az emberek szívébe a félelmet, a rettegést,
az aggodalmat, és hogyha erről csak korlátozott mértékben veszünk figyelmet, mert persze időnként dörög az ég, meg villámlik, az ember megpróbálja ezeket a hatásokat kivédeni, például olyan helyre megy, ahol nem csapja meg a villám, de ettől függetlenül, ha nem rettegünk, akkor a terrorizmus jelentős mértékben nem éri el a célját. Pont a Charlie Hebdo támadás kapcsán írtam még annó egy publicisztikát, amit több százezren olvastak, mert átlátszósként akkor megtaláltam egy ilyen információt pont ezekről a terrorszervezetekről, hogy nekik az az akaratuk, hogy radikalizálódjon és elinduljon a gyűlölet hullám, mert akkor a kisebbségekre ez jobban hat, és a kisebbségekben lévő mérsékeltek tovább radikalizálódnak. És hogy ezt kell megállítani, mert a gyűlölet gyűlöletet szül. Mondom akkor a nap kérdését, hogy legyen idejük még gondolkodni rajta, meg akár változtatni a szavazati arányokon, majd később fogunk beszélni róla, figyeljenek. Az ellenzék folyamatosan támadja a kormányt, hogy 658 milliárd forint ment látványsportokra az úgynevezett Trau rendszer által, 2011 óta ment ennyi pénz egyébként a rendszerbe. Mit gondolnak erről? Végre költenek a sportra, így gondolja 4%, a döntő többség pedig azt úgy véli, túlzás ez, más célokra kellene fordítani ezt a pénzt. Beszélünk erről, de az első témánk az, hogy vajon miért bukkantak fel a patkányok újra Budapesten? Budapest volt az egyik olyan nagyvárosa a világnak, ahol gyakorlatilag ismeretlen volt a patkány. Fővárosi közgyűlés 2018. december 12-i ülésén döntésével bruttó 647 millió 700 ezer forint többlet összeget biztosított a fokozott patkányirtás elvégzésére. Ezt pontosan egy héttel ezelőtt mondta az egyre fokozódó patkány kérdéssel kapcsolatban Tarlós István. A főpolgármester akkor azt is hangsúlyozta, hogy az írtást végző cég, amely egyébként tavaly nyáron nyerte el a feladatot attól a vállalkozástól, amely 47 évig végezte az írtást a fővárosban, olyan hatékonyan végzi a munkáját, hogy jelentősen csökkentek a lakossági bejelentések. Csak szeretném jelezni, hogy egyik állítás sem igaz. A zuglói polgármester szerint tavaly ősszel a kormányhivatal jelzése után valóban úgy döntött a fővárosi közgyűlés, hogy plusz forrást biztosít a cégnek, de ebből végül nem lett semmi. Ahhoz, hogy ez érvénybe lépjen, ezt a pénzt le lehessen hívni, ahhoz módosítani kellett volna ezt a bizonyos szerződést. Most volt fél évük arra, hogy ezt megtegyék. December 12-én volt ez a döntés, ami ezt a forrást odaadta volna, de nem történt semmi fél éven keresztül. A főpolgármester a Startban is kiállt amellett az állítás mellett, hogy csökkent a patkányészlelések száma. Ennek a módszerét dolgozták ki januártól márciusig, azért januártól, mert decemberben hoztunk egy közgyűlési határozatot, hogy plusz 650 millió forintot ad erre az intenzív többlet írtásra a közgyűlés. Polgármester úr ezt azért nem tudja, mert azon a közgyűlésen se vett részt. Na, szerintem elég jó az összetétele a társaságnak, ugye volt polgármester, korrupciókutató és egy aktív városatya. És pont itt. Mi a csuda történt? Tehát volt egy tök jól működő rendszer. A bábolnaiak végezték ugye a patkánymentesítést, igen. Nem volt patkány Budapesten. Csodájára jártak az egész világon. Miért kellett ehhez hozzányúlni? Hát miért ne? Tehát 47 évig a bábolna végezte ezt a munkát, valóban statisztikai értelemben Budapest patkánymentesnek számított, ami azt jelenti, hogy néhány... Nyilván lakta, de nem láttunk az utcán patkányokat szaladgálni. Egy kezemben meg lehetett számolni, hogy hány patkánynészlelés jutott abba az időbe, amikor a bábolna ezt végezte, de ők folyamatosan nagy szakértelemmel ezt csinálták. A Fidesz kitalálta, hogy egy új közbeszerzési eljárás keretében teret enged egy új, szimpatikus vállalkozói csoportnak, akik előtte soha a büdös életben nem foglalkoztak rágcsálóírtással, ők csak rovarírtással foglalkoztak, tehát se szaktudásuk, se technikájuk nincs meg hozzá, se a vegyszereik nincsenek meg hozzá. Egyébként, ha jól emlékszem, 6 millió forinttal olcsóbb ajánlatot egy negyedmilliárdos tételnél, ennyiért írtott bábolna most már sok éve. Tehát 6 millióval ígértek alá a bábolnai ajánlat. Ami ráadásul ugye kiderült, hogy egy nettó hazugság, egy ordas hazugság, mert rá két hónapra gyakorlatilag 650 millió forintot rá kellett tenni a 250 millióra. Tehát most már majdnem 900 valahány milliónál tart a teljes megrendelés állomány egy konkrét évre, szemben az eredeti 250 millió. Most, hogyha egy olyan helyzet adódik, hogy valaki elvállalja a munkát 250 millióért,
és kiderül, hogy alkalmatlannak az elvégzésére, akkor nem hozzá szoktak vágni még 650 millió forintot, hanem felmondják a szerződést, és az összes kárból eredő következményt pedig elverik rajta normális peres eljárás keretében. Tehát azért ebben nagyon erősen bűzlik úgy, ahogy van az elejétől a végéig. Én tettem ebbe egy büntető feljelentést hónapokkal ezelőtt, tehát amikor ez a döntés megszületett. De mit lehet ezzel kezdeni? Olcsóbb ajánlatot adtak, hát erről szól egy közbeszerzés. Egyébként aki a legjobb árat kínálja, az viszi el. De hogyan lehet olcsóbb az az ajánlat, ami rögtön utána 650 millió forinttal kiegészítésre kerül? Mert nem várt körülmények merültek fel, például, hogy elszaporodtak például, a patkányok. Például, hogy elfelejtettek patkányt írtani heteken keresztül, és amikor elkezdték, akkor sem azzal a szakértelemmel csinálták, amivel egyébként kellett volna. Tehát kérdésem újra az, hogyha valaki elvállal egy munkát 250 millióért, és kiderül az, hogy alkalmatlan annak a munkának az elvégzésére, akkor vajon az a 650 millió, az nem egy korrupciós tétel, ami hozzáadódik az eredeti vállalásához, és csak azért vállalta el egyébként 6 millióval olcsóbban, hogy kiüsse a bábolnát, aki 47 évig tünetmentessé tette Budapestet, majd utána kiegészítették ezzel a pénzzel, és a budapestiek meg hát szívjanak, mert ugye a 650 millióval drágább, mint a korábbi, mert most mennyivel drágább, de cserébe a patkányok meg szaporodnak. Na de azért ez valakinek csak okoz akkor például reputációs kárt. Hát valakinek... Tehát az, hogy idáig volt egy patkánymentes fővárosú, most meg vannak patkányaink. Valakinek párásodik a szemüvege attól az összegtől, ami ez a differenciában megjelenik, mert más logikus érvet én nem tudok elképzelni, hogy van olyan hülye városvezető, hogy csak azért ad 650 millióval többet, mert azt a cég kéri. Na most öntől elvállalna a szobafestő mázolója, a konyhája kifestését, mondjuk 100 000 forintért. Elvállalja. Fölvonul, oda viszi a létráját, lekaparja a festéket, majd közölné, hogy nem 100 000 forint lesz, hanem 300. Mit csinál? Valószínűleg megbíznám, mert nem találni más szobafestő hát, mázolót. Vagy párossággal kirúgnál, de a példa ebben a szempontból rossz. Sajnos itt tartunk. De itt viszont van a bábolna, aki képes. Igen. Éva? Egy szót ehhez. Nem minden esetben van már a közbeszerzéseknél, hogy a legolcsóbb ajánlatot kell elfogadni, hanem úgy szól a közbeszerzési törvény, hogy az összességében legjobb ajánlatot adó. Na most ebben az esetben valószínűleg nem vették figyelembe azt a szaktudást, ami mondjuk a bábolnának megvolt. Az összes többiről nem nagyon lehet beszélni, mert nagyon nem csak ismerem azért, hogy tegyem hozzá, nyilvánvalóan, hogyha 650 millió forint a kiegészített részt nézzük, na így tekinthető az összességében legkedvezőbb ajánlatnak. Igen, de akkor azt még nem tudták. Minden esetre van rá jogi lehetőség, hogy ezt a szerződést felmondják, tehát nincs ilyen szempontból kiszolgáltatva a főpolgármester annak, hogy esetleg egy hozzáértő szervezetet bízzon. Mi egyébként erre tettünk javaslatot. Úgy beszélgetünk, Gábor? Itt, mintha meglepődnénk azon, hogy rendszer szinten lopnak, és az egész politikájukat a zsákmány szerzés vezérli. Itt most kilóg a patkányláb, kétségtelenül, de hogy megnézzük azt is, hogy ennek milyen hátsókai vannak, mert nem feltétlenül ez az egyetlen egyedi beruházása az oka annak. Elkorhatta a csatornahálózat, nem cserélték időben, amit pénzt fordított rá az Európai Unióból a források, azokat nagy javarészt ellopták. A hullad rottyom van a szemétszállítás. Tehát az, hogy negyed óráig kell a kutyakakis zacskóval kóborolnom a városba, hogy találjak egy üres szemetes, mert az összes tele van, ez teljesen abszurd. Ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a patkányhelyzet elszabadulhasson. És ennek jött a tetejébe az, hogy hát most már Tarlós István már házmesternek is rossz. Eddig azt még azért el lehetett róla mondani, hogy úgy, ahogy működik a város. Már azért még úgy nagyjából elégedett a helyzettel, ahogy a sajtótájékoztató. Igen, de azért ne felejtsük el, egy polgármester vagy egy főpolgármester azért nem tehet mindenről. Tehát természetesen most ezt ugye kiemeltük, a városüzemeltetés mint olyan, azt kellene gondolom egy olyan rendszerbe áttenni, és mellesleg más országokban külön van a város üzemeltetéssel, kvázi egy menedzser szinten foglalkozó polgármester, alpolgármester vagy városmenedzser, és van a politikai vezetés vagy a vezető. Azt gondolom, hogy itt ezek keverednek, és én ezt nem tartom egy jó rendszernek. Egyébként, ami a szépsége a történetnek, csak ez itt nem hangzott el, hogy amikor kiderült ez a botrány, tehát amikor a patkányinvázió már elindult tavaly, akkor a bábolna elküldött minden képviselőnek egy levelet, amiben vállalta, hogy továbbra is az eredeti vállalási összegen, szembe a 650 milliós plusz igénnyel, ő továbbra is készen áll a teljesítésre. Tehát lett volna lehetőség egy gyorsított közbeszerzési eljárásba,
újra megbízni a Bábolnát, aki plusz forrás nélkül vállalt az eredeti állapot helyreállítását. De nem ezt az utat járják, inkább számolatlanul ráöntik a pénzt erre a Fidesz közeli vállalkozásra, ami lehetne akár Mészáros Lőrinc informatikai cége is szakértelme alapján, csak azért, mert neki akarják odaadni, ahelyett, hogy megvizsgálnak, hogy hogyan lehetne ebből a dologból, ami egy politikai ügyé válik, hát értelem, tehát őszintén szóval nem értem, pontosan ez hogy annyi dologból lopnak. Miért pont a patkányírtásból akartak még ellopni néhány százmillió forintot? De ez legyen az ő nagyon dolgok. Látványos a következmény. Kedves ellenzéki képviselők, itt van egy ilyen magas labda. Tehát van egy főpolgármester, aki elpatkányosította a várost. A patkányokkal majd előbb-utóbb jönnek a betegségek is. Tehát azon túl, hogy mondjuk nem biztos, hogy jó látvány, hogyha szaladgálnak a körúton a patkányok, előbb-utóbb hozzák magukkal a különféle betegségeket. Nem iszonyatosan magas labda ez? Tehát nem lehetne ebbe belebuktatni egy főpolgármestert? Kérdezem. Ez a főpolgármester jelölteknek a feladata szerintem, illetve az is fontos. A főpolgármester jelöltek mögött ellenzéki pártok áll. Igen, az is fontos, hogy bemutatni azt, hogy milyen okok vezettek ide, már a korrupción túl. Szerintem ez viszont nem igaz, hogy csak a városüzemeltetésre lehet ezt az egészet kenni. Itt van városvezetés, vízió probléma is ezzel az üggyel kapcsolatban, és itt pont beszéltem a szemét kérdésről, beszéltem a csatorna kérdésről, ezek mind-mind olyan hosszú távú ügyek, amelyeknek a rövid távú levét kell most meginni a városlakóknak, és ez vízió kell, vezetés kell, politikai irány, hogy zöld várost akarunk, amely lélegzik, amelybe egészséges az ivóvíz, amelybe tiszta a levegő, vagy pedig minden áron, rövid távon próbálunk minden közbeszerzésben a legtöbbet. Hiába van vízió, én azt mondtam, hogy higgyétek el, a város üzemeltetés, a csatornázás, a hulladék, az egy szakma. Tehát, hogyha ez egy menedzsment típussal, akár tényleg, hogy a legalkalmasabb végezze a szemétszállítás, a patkányírtást, ezt más városokban, mondjuk nem Magyarországon, egy városmenedzser, egy nagy cég végzi. Természetesen abban igazad van, hogy a politikai vezetésnek meg kell mondani, ahogy én most többet szánok a zöldesítésre, akarok behozni különleges alternatív energiákat, ebbe igazad van. A problémát én abban látom, és ez mellesleg az egész magyarországi önkormányzati rendszerre igaz, hogy a város üzemeltetési kérdések oly mértékben meg vannak bonyolítva a politikával, ki végezze a munkát, kinek a cége nyeri ezt el, hogy ez ezért nem tud jól működni. Ennél sokkal rosszabb a helyzet, mert eddig valóban a vízió hiányát említettük, de Tarlós Istvánnak volt egy imidzse, hogy ő jó házmester. Tulajdonképpen ő most házmesterségből is megbukott, és ennek kell, hogy legyen következménye össze. Rövid reklám után az örvendetesen gyümölcsöző magyar-kínai kapcsolatokkal folytatjuk Orbán Viktor Pekingben tárgyalt. Tétény Éva, Vágó Gábor, Horváth Csaba trióval ráfordulunk a második félidőre, és a következő témánk az, hogy Orbán Viktor Pekingben tárgyalt, küldött is egy üzenetet onnan a Facebookon keresztül. Ez a következő téma. Na, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy van-e baj a Kínával való haverkodása. Ugye a nyugati világ, a demokratikus világ azt szokta mondani, hogy Kínával nincs cimborálás, mert egy kommunista diktatúra, ahol az emberi jogokat lábbal tapossák, aztán mindenki bizniszel velük, meg mindenki fenntartja a két oldalú kapcsolatokat. Valóban. Nincs ebben valami mérhetetlen, nem tudom én, szerintem nincs az a baj, cinizmus. Ha a világ egyik nagy hatalmával tárgyalunk, gazdaságilag együttműködünk, bizonyos példákat akár még el is leshetünk, technológiai innováció terén,
mert azzal sincs baj egyébként, hogy Oroszországgal is kapcsolatot tartunk, az, hogy mondjuk Orbán sokat pitizik Putyinnak, azzal már van baj. Azzal is van baj, hogyha több ilyen hírt látunk, mint hogy mosolygós társaságba, közösségbe, mondjuk az unió vezetőivel lenne egy harmonikus együttműködés, mondjuk annak a közel 600 milliós közösségnek a tagjaként, ami az európai ságot jelenti. Hát az unió vezetőit ki szoktuk osztani, tehát őket számon kérjük demokráciából, közösségünket, tehát ez olyan, mintha a családi asztalnál valaki folyamatosan odaverni a sáros cipőjét a vasárnapi ebédhez, ez Orbán Viktor. Csodálom, hogy, illetve nem csodálom, hogy utálják az unióba, mert a családfő is utálná, hogyha valaki a sáros cipőjét mindig oda helyezné a húsleves mellé. Ehhez képest megyünk pitizni. Tehát nekem nem az a baj, hogy Kínával, vagy akár Indiával, vagy az oroszokkal, Azerbajdzsánnal. Még azzal sincs bajom. Nekem azzal van bajom, ahogy a saját, családi közösségünkkel bánunk, és ugye harcolunk folyamatosan Brüsszellel. Ne mondja meg Brüsszel, de mondja meg Kína. Ne mondja meg Brüsszel, de mondja meg Putyin. Tehát nekem ezek az aránytalanságok, ami igazán problémát jelent, és az, hogy mégiscsak ebből az uniós közösségből élünk, a fideszes havarok innen lopják a pénzüket, és ezzel együtt úgy bánunk velük, ahogy bánunk. De most már lehet lopni a pénzt a Budapest-Belgrád vasútvonalból is, amit ugye most eldöntöttek, végül is rányomták a pecsétet, elmondta Szijjártó Péter, hogy kinevezték a konzorciumot, csak azt nem árult el, hogy ki van ebben a konzorciumban, aki ezt megcsinálja. Ez az évszázad második legrosszabb üzlete a Paks után, tehát hogy 150 év alatt térül meg ez a beruházás. Egyértelmű, hogy itt sokkal súlyosabb problémák vannak, és hogyha egy lépése vagy kettővel hátrébb nézünk, akkor látjuk azt, hogy itt Kína nyomul előre, nem csupán Magyarországon, a régió minden országában. Csak hogy Magyarország nem érdemi tárgyaló partnerként az EU-val együtt közösen akar egy érdeket érvényesíteni, hanem egyesével, és ez a Kínának is az érdeke, hogy ne az unió egészével, hanem külön a tagállamokkal. Szalámi taktika. Szalámi taktikával sokkal jobb, kedvező pozícióba tud tárgyalni, mindenkit egyesével megveszi így kilóra, különben, hogyha az unió egészével kellene tárgyalni, akkor sokkal nagyobb nyomás. Magasabb lenne az árfolyam. Sokkal nagyobb nyomásgyakorlást tudnánk elvinni, és azért itt súlyos politikai kockázatok vannak, nem csak a tekintetben, hogy hogyan bánnak az emberi jogokkal Kínában, hanem a gazdaságpolitika és a környezetpolitika tekintetében is. A kínai beruházási banknak a 2018-as beruházásainak a 60%-a szénerőművekre ment. Ugye már tudjuk, hogy a klímaváltozással kapcsolatban Kína a legnagyobb szennyező. Ha valami, akkor ez lehetne egy olyan dolog, ami megakadályozná a Kínával való nyitást, vagy hát csúnya szavakat is tudnék használni ezzel kapcsolatban, de most itt a televízióban nem fogok, de az biztos, hogy Kína a legnagyobb klímabűnöző, és azért nyugati országok már emiatt megállt parancsoltak a kínai nyomulásnak több alkalommal. Ugye volt valami kis finom ellentét abban, amiről Horváth Csaba és Vágó Gábor beszélte vezetesen, hogy Horváth Csaba azt mondta, hogy mindenkivel szóba kell állni, mindenkivel lehet tárgyalni, versus, hogy azért vannak olyan gazemberei ennek a világnak, akikkel nem feltétlenül kéne tárgyalóasztalhoz ülni. Mit gondol Éva? Azt gondolom, hogy abban van igazuk, hogy Magyarország annyira kicsi, hogy semmifajta érdeket nem tud érvényesíteni, tehát ilyen esetben mindig a nagy testvérnek az érdekében történik majd valami. De hadd tegyem fel azt a kérdést, amit nagyon szerettem volna. Miután két politikus ül itt előttem, és én, mint választópolgár, azt kérdezem, ha ilyen szépen, világosan és tisztán lehet látni, hogy akár egy Európai Uniós választásnak igenis nagy tétje van, hogy Magyarországot ki és hogyan képviseli, a pártok nyilatkozzanak arról, hogy az a március 15-én aláírt együttműködési nyilatkozatuk, amiben kijelentették a választópolgároknak, együttműködnek, közösen lépnek föl az érdekébe, hogyan alakulhatott az, hogy megint már konkrétan külön-külön versenyeznek, és nagyon valószínű borítékolva van ezáltal, hogy bizony továbbra is Orbán Viktor és a Fidesz fogja képviselni Magyarország érdekeit az Unióba, holott akár ebből a hírből is lehet látni, hogy nagyon fontos lenne, hogy mások is megjelenjenek. Én azt kérdezném tisztelettel, mint egy választópolgár, hova lett az a márciusi kiáltvány?
A márciusi kiadványban legjobb tudomásom szerint nem volt szó az európai parlamenti választásokon. Ott volt való, olyan, hogy közösen és együtt, és Magyarország érdekei. Működünk számos esetben, például a szavazatszámlálók gyűjtésében is együtt működünk. Nem kell a választópolgártám olyan értelemben hülyének nem nézni. Nem nézzük hülyének, sőt, mi tiszta ajánlatot adunk nekik, mert az európai parlament az nem a Magyarország gyűlés. Más módon működik. Különböző frakciók vannak. Ott nem kormány is ellenzék ellentét van, hanem különböző frakcióknak vannak mindig adhok szövetségek. Hány százalék esélyt lát mondjuk az LMP arra, hogy akár egy képviselőt be tudjon juttatni, és azokat az érdekeket hogyan tudja képviselni? Nekem, mint magyar választópolgárnak, ez nem válasz. Én azt mondom, hogy az mi összes olyan ellenzéki, az a válaszom, hogy akik hittek még valaha abban, hogy az ellenzéki pártok ténylegesen képesek összefogni Magyarország érdekében, és most a legelső választásnál ezeket az ígéreteket felrúgják, azok számomra még azt a reményt is elveszik, ami talán fölé lett a választópolgárba. És elnézést kérek, hogyha egy kicsikét indulatosabb vagyok, de azt hiszem, hogy talán nem vagyok egyedül, amikor én, mint civil, megkérdőjelezem, hogy azok a pártok, akiben bízunk, hogy igen, tudnak majd egyfajta ellensúlyt képezni az ilyen típusú külpolitika vagy bármi mellett, egyszer csak azt mondják, hogy nem, inkább csinálunk egy helyosztót az önkormányzati választásokra, és megnézzük, hogy a pártoknak milyen támogatottsága van. Furcsa fordulatot vett Orbán Viktor pekingi útja, de ettől még a kérdés izgalmas. 100%-ig egyetértek Évával. Tehát egyébként nem kell a tartalmi különbségeket az Európai Parlamentben, nem, mert mást képviselünk vannak, sok esetben az európai ügyekben. Ezt a magyarországi minimum? Nem a magyarországi minimumot képviselők, hanem a magyar választók érdekét. Például a szabadkereskedelmi egyezmények Gábor, tekintetében azért, teljesen Gábor, más ugye azért az életedet nem tennéd föl arra, hogy, vagy a mire? Kutyád életét arra, hogy biztos, hogy lesz mandátumotok. De biztos, hogy lesz. Rátennéd? Persze. Jó lesz egy mandátum, oké. De nem a mandátum a lényeg, viszont hanem a választóknak. De tegyük a helyére. Én azzal értek egyet, és az MSZP ezt képviselt az utolsó utáni pillanatig, sőt még az után is, hogy egy közös listán kellene az ellenzéknek megjelenni az Európa Parlamenti választáson, és így kellett volna az önkormányzati választások többségén is indulnia. Ez is lesz. Hát ez nem lesz, mert hogy konkrétan a pártok külön indulnak. Egyetlen egy közös Európai Uniós lista lesz, egyébként pont az MSZP, aki a párbeszéddel, aki a most ellenzéki hát pártokról az beszélünk. Az is csak egy látszólagos közös lista, okay. Valljuk be. De nyitva állt az a kérdés a DK-nak is, akinek érdekében állt volna, hogyha nem egyéb politikai szándékokat jelenítene meg. Tehát mindenkinek, értem, hogy mindenkinek van egy ilyen taktikus politikai szándéka. Az LMP-nek is, meg sok minek. De a helyzet az, hogy mégis a választó ebből azt veszi le az orrával, amit az Éva is mond, hogy egy picit más a mondás, és más a valódi szándék, a mélyen lévő szándék, és ebből a választók egy része sajnos leveti azt a következtetést, hogy nem megy el voksolni akkor, amikor a kedvenc pártjaik nem úgy viselkednek, ahogy egyébként megígérték nekik. Tehát én is csalódott vagyok a pártokba, a tekintetbe, igen, hogy nem sikerült tető alá hozni azt az egyébként tényleg, ha úgy tetszik, az ördöggel szemben lévő szövetséget. Tehát van egy Orbán Viktor, akinek az a programja, hogy ellopja a fideszes haverokkal a magyarok pénzét, és ezt vállalná a következő évre is. Van ez a program, és az ellenzéki szemben álló felek, most a demokratikus ellenzékről beszélek, ezek nem tudták magukat úgy meghatározni, hogy ezzel az egy közös ponttal képezzenek egy ellenerőt. Ez a közös pont viszont azt eredményezte volna, hogy nincs elveszett szavazat, mert az a gond, hogy mondjuk az egyik párt, mondjuk a tietek, elér egy mandátum, meg egy pici. Az a pici megy a levesbe, és kap belőle a Fidesz. Nem megy a levesbe. De igen. A logika de igen. Másképp működik. De, nem így, de így működik. Nézzük már meg így működik. Másik pártnál, ami szintén nem eredmény az egész mandátumot, az is megy vissza a közösbe, és abból is kap a Fidesz. Tehát az LMP szavazatai, például, hogyha nem kerültök a be... A DONT módszer alapján működik a mandátum be, kiosztás, nem ez a logika. Mondom, hogy, tényleg, de ez a nézzük logika. Már meg, ne nézzük hülyének a választópolgárokat az Európai Parlamentben. Európai ügyekről mi döntenek. Történik azokkal? A klímaváltozás de kapcsán, Gábor, mi történik egy az elveszett ellenpés szavazataival? Nincsen elveszett ellenpés szavazat. Lenne? Van egy radikális álláspontunk nektek, mondjuk a szociáldemokratáknak, hát jóval inkább multibarátabb álláspontotok van ez ügyben. Ezekről a kérdésekről európai ügyekről döntenek a választók az európai parlamenti választásokon. Ők is tisztában figyeltek, vannak ügyedik, ezzel. Ügyedik kérdés. Ezt úgy hívják, hogy adásmenet. Én kész vagyok ezt most kidobni. Abszolút. Igen. Nem, hagyjuk a csodába.
Ha benne vagytok, szerintem sokkal izgalmasabb. Tehát Éva kérdése felrobbantotta ezt a dolgot. Tehát folytathatjuk ezt, hagyjuk akkor a további. De azért, bocsánat, azért Gábornál volt a szó. Illeszkedik-e ez az IF? Akkor viszont muszáj lesz, mert 3 perc van hátra a műsorból. Akkor még a Gábor azért mondja el, de azért azt mondom, hogy... Én is szeretném, hogyha befejezni igen, a gondolatot. Igen, mert kíváncsi vagyok erre. Más gondolunk számos ilyen kérdésem, európai szinten dől el. A magyar választópolgár nem érdekli. Mi az, hogy multi kizsákmányolják-e, vagy sem? Tudod, mi érdekli? Az érdekli, hogy Magyarországot olyan emberek képviseljék, akik mondjuk nem állnak le és mennek el a kínai, meg a putini, és nem vezetik ki Magyarországot az Unióból. Így van. Tök jó. És akkor például Újhelyi István, az MSZP-nek a listavezetője, ő a legnagyobb kínai lobbista az Európai Parlamentben. De ezek és tudod, ahogy elmondtam, ezek... nem az a gond, hogy Kínával is kapcsolatot tartunk, hanem az, hogy az Unióval nem tartunk olyan pontot. Minőségét, mint ahogy egy családon belül egy jó minőségű kapcsolatot szoktak tartani. Na most nekem, mint választópolgárnak, ha lett volna egy közös lista, és utána a helyosztókat kockadobással, vagy nem tudom én, párbajjal oldjátok meg, nem érdekel. Tehát ne állítsunk hogy mondjuk, politikai állításokat. Nem, az azt mondom, hogy ha van egy közös akkor... lista, akkor azt meg tudjátok beszélni, meg, hogy az LMP-s jelölt nyugodtan képviselje azt a radikális környezetvédelmet, ami szerintem is kell az Európai Uniónak. Szerintem ezt meg lehetett volna beszélni az összes többi párttal. Jó, nézzük is. Meg a matek oldaláról, mert van egy prototípus, ahol ezt a meccset elkezdték lejátszani, Lengyelország. Ott összeállt az ellenzéki blokk, és lám-lám, az első közvéleménykutatásokban tényleg fejfej mellett álltak a PIS-sel, és most pedig a PIS 12%-kal vezet, mert ezek a pártok nem tudtak politikai üzenetet mondani, azon kívül, hogy mi együtt vagyunk. Most mondod a lényeget ki. Ezek az ellenzéki politikai pártok nem tudnak nekem, mint magyar választópolgárnak üzenetet közvetíteni. Hát, ez a baj. Tehát én meg kell mondanom, hogy mint választópolgár nem is bízom ebben, sem az összeállásban, sem az ellenzéki pártokban. De nagyon miért kérdezted úgy? Azért ezt? Kérdeztem, mert szerintem lenne rá megoldás, és még az önkormányzati választások előtt vagyunk. Valamelyik nap éppen Kónya Imre beszélt arról, hogy amikor az ellenzéki kerekasztal leült, minden párt tudta, hogy most egy picit hátrébb kell lépnie, mert csak így lehet a rendszerváltást elérni. A kérdésem az, és nem kell most ebben válaszolni ebben az adásban erre, hogy a magyar jelenlegi ellenzékinek mondott politikai pártok vezetői és tagjai gondolkodjanak el azon, hogy a felelősség rajtuk sokkal nagyobb vagy ugyanolyan, mint akkor volt a rendszerváltozás vagy a rendszerváltás idején, és ezt mi a bőrünkön érezzük, és engem az, hogy most milyen radikálisan képviseli valaki egy, azaz egy szavazattal az Európai Unióban a környezetvédelmet, biztos, hogy nem fog most érdekelni, mert hogy én magam is elkötelezett vagyok, és majd természetesen fogjuk támogatni azokat az európai kezdeményezéseket, amit az Európai Unió így is úgy is megszavaz. Nem szavaz meg így is úgy is, ott komoly viták vannak, lobby érdekek ellen kell küzdeni, ez nem olyan így van, úgy, ezért, hogy majd történik ezért legyen olyan szíves, valami. És az ellenzék egy nemzeti minimumba állapodjon meg, ez és csináljon van. Valamit ez közösen. Megvan, meg van egy csomó olyan dolog, amiben egyetértünk, ezekben nem vitatkozunk. Na jó, de, ezeket a dolgokat, amiket azt mondod, hogy állítod, hogy egyetértünk, igen. Ezeket a napnál világosabbá kellene tenni a közös választói tömeg számára, rendben, hogy érezzék, hogy van egy olyan azonosulási ív, ami mellett ez nem na, de egy... A március 15-e nem erről szólt volna? Erről tulajdonképpen innen indultunk. Erről szólhatott volna, csak sajnos a pártok már korábban kifejezték, hogy egyetértenek az, hogy baromira össze kell fogni, de mindenki külön akar menni az Európa Parlamenti választáson, ami számomra egy érthetetlen ellenmondás. De van egy alap, amiben mindannyian egyetértünk, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye, és nem lehet az uniós forrásokat egy klientúra építésre, emberek megvezetésére, propagandára, hazugsággyára használni. Ezzel egyetértünk. Miért nem lehetett rendben. Egy ilyen ellenzéki listát mondani, nem... hogy egyetértünk vérzik abban, hogy a nem lehet. Tényleg, de vége. Muszáj. Nagyon köszönöm. Elképesztően jó adás volt. Köszönöm szépen Tétény Évának, Vágó Gábornak és Horváth Csabának. Önöknek meg a figyelmet. Folytatjuk.